kérdés az, hogy mi az, amit elérhetünk. Mitől leszünk boldogok? Nyilván szerencsések azok, akik olyan célokat tűznek ki, ami a határokon belül van, így könnyen elérhető, boldogok lesznek egész életükben. Tehát nem szeretnék motiválni senkit, az nem lesz elegendő, hanem szeretném megértetni, hogy mi van a motiváción túl. Tehát nem azt fogom mondani, hogy igen, te is meg tudod tenni, meg te is meg tudod tenni, mert azt kell mondjam, ahogy most itt ülünk, hogy nem tudod megtenni, nem tudod megtenni, és nem tudod megtenni. El tudom hitetni veletek, hogy meg tudjátok tenni, és más előadók is el tudják hitetni, hogy meg tudjátok tenni, de az, hogy elhiszik, hogy meg tudjuk tenni, ez nem jelenti azt, hogy meg fog történni. Az, hogy gazdagon hiányzik valami, az ugyanúgy fáj, mint szegényen hiányzik valami. Ezért ez ugyanaz. Ha persze kilépünk ezekből a részekből, és nem nézzük a teljes rendszert, hanem elszigeteljük magunkat, mint még szegények vagyunk, és bezzeg a gazdagok, akkor nem gondolkozunk fraktáljelleggel, akkor nem értjük meg azt, hogy hogyan válhatunk azzá. Mert nem értjük meg, hogy mi is gazdagok vagyunk. Érthető? Ha megértjük, hogy számára ugyanazok a problémák jelentenek fájdalmat, mint számunkra, akkor megértjük, hogy számunkra ugyanazok a hiányok tudnak generálni eredményeket, mint számára. Számunkra is ugyanaz a motiváció, mint számára. Számunkra is ugyanaz a lehetőség, mint számára. Csak ő egy másik világban van, és a kettő között ezt a csatornát kell megtalálni, és oda kell jutni. Tehát kell egy egyenlet, ami a mi életünket elkezdi osztani, szorozni. És eljutunk ugyanahhoz a struktúrához, ugyanabban a struktúrában ugyanazok az eredményeket fogjuk kapni. Ha pénzre vágyunk, pénzt. Szerelemre, szerelmet. Ha más, akkor mást. A pozitív gondolkozás az az, hogy lépünk egyet. Mindig lépünk egyet. De nem ész nélkül.